Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! A Győrfi Balázs fideszes képviselőtársam által benyújtott TPER 709-es számú az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény megdöbbentő változásokat hozna az állami vagyonkezelésébe. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 196-os törvényt módosítaná úgy, hogy az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében tulajdonosi joggyakorló kizárólag a kormány egyedi határozatában meghatározott személy lehessen. A szándék reméljük nem az, hogy egy olyan személy legyen, aki szabadon nem kérdezhető az ellenzék számára itt a parlamentben. A másik, ami a módosítandó törvény soraiból kivehető, hogy szintén a miniszteri felügyeletet igyekszik megszüntetni az állami vagyon fölött. A nemzeti ménesbirtok és tangazdaságról szóló 2016. évi 91-es törvény szerint a ménesbirtok fölött a tulajdonosi jogokat az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja. A módosítás törli a miniszter jogait, és a tulajdonosi jogok gyakorlójaként az igazgatóságot és a felügyelőbizottságot nevezi meg. A törvény szerint az igazgatóság tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója 5 éves időtartamra nevezi ki és hívja vissza. Kérdés tehát, ki nevezi ki az igazgatóságot, ha életbe lép képviselőtársam javaslata? Vélhetően akár a nemzeti vagyonról szóló törvénymódosításban életre hívott új intézmény a kormány egyedi határozatában meghatározott személy lehetne az? A törvényjavaslat indoklása gyakorlatilag azt tartalmazza, hogy a kormány megteheti és meg is teszi, hogy meghatározzon olyan személyeket, akik tulajdonosi joggyakorlóként kijelölhetők. Vajon a közvagyon tulajdonosi jogainak gyakorlására miért nem alkalmas a szakminiszter? Tisztelt képviselőtársaim! Magyarország alaptörvénye szerint a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, melynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. Ha ez így van, már pedig ez van az alaptörvényben, akkor vajon mi szükség lehet most a jelenlegi kormánypárt negyedik ciklusának kezdetekor állami cégek élére, tulajdonosi joggyakorlók egyedi kijelölésére, aki nem a miniszter? Nem felelnek meg a miniszterek erre a feladatra? Mi lehet a gazdasági szükségesség és az időzítés oka? Azt, hogy milyen hirtelen szükséghelyzet miatt kell most módosítani az állami vagyon használatát szabályozó két törvényt, amelyből az egyik kétharmados, a törvényjavaslat indoklásából sajnos nem tudjuk meg. Így találgatnunk kell. Lázár János 2015. októberében a Mezőgazdasági Bizottság ülésén az állami földek privatizációja kapcsán a következőket mondta. Eladtuk az összes mezőgazdasági cégünket, rég túl vagyunk a gazdálkodáson. Nem csinálja a magyar állam. Miért? Mert nem tudott gazdálkodni. Mert szétlopták, ellopták és szétcsalták az állami mezőgazdasági cégeket. Kinek kell ez a világ? Ha ez így van, már pedig a korábbi kancellária miniszter tudását nincs okunk kétségbe vonni, akkor az állami cégek menedzsmentjét nagyon is indokolt közelről figyelni, hogy jól gazdálkodjanak a rájuk bízott közvagyonnal. És szóba se kerülhessen a hanyagkezelés. Akkor vajon miért van szükség a megvédendő állami cégek élére egyedire kijelölt tulajdonosi joggyakorlókat állítani? A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság ZRT honlapján az alábbi mondat olvasható. Az állami vagyon megóvása az állattenyésztés és a növénytermesztés egyes ágaihoz kötődő képzési feladatok összehangolt végrehajtása, a történelmi magyar lófajták génállományának megőrzése, a lovas turizmus fejlesztése, valamint mezőhegyes és térsége foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében megszületett a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság ZRT. Az állami vagyon megóvása szerepel tehát az első helyen, a TPER 709-es számú az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló módosítás azonban félő, hogy nem ezt a célt szolgálja. További aggodalmaink is vannak a módosítással kapcsolatban. Van egy olyan állami cég, amelyre kiemelt kormányzati figyelem irányult az elmúlt években. A módosításban érintett mezőhegyesi ménesbirtok. Mezőhegyes puszta területén ménes intézetet hoztak létre II. József által 1784. decemberében.
Csak és kizárólag az osztrák örökösödési háborúban elpusztult lovak pótlása a lóállomány növelése céljából. Manapság a gazdasághoz 8000 hektárnyi, kiváló minőségű termőföld, óriási mezőgazdasági géppark, remek genetikájú lóállomány, eredeti formájában fennmaradt 230 éves műemléképületek tartoznak, és a cég nem mellesleg mintegy 450 embernek biztosít munkát. A céget, noha a mérlegadatok alapján nem szorult volna állami segítségre, mégis megvette a Fidesz kormány, és azóta milliárdokat költött rá. Farkas Sándor a mezőhegyesi állami ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztos idén januárban elmondta, hogy a társaság vagyona 19,5 milliárd forinttal nőtt. A Figyelő című lap az újraállamosítás idején megszólaltatta a nagygazdaság egyik partnerét is, aki elmondta, hogy a cég magántulajdonban is nyereséges. Óriási agrártámogatásokat élvezett a mezőhegyesi ménesbirtok magáncégként is, volt miből fejleszteniük. A cégadatok szerint még azelőtt, hogy az állam megvásárolta volna, jól alakult az árbevétel és a nyereség is. A saját tőke megduplázódott. Az LMP a nemzeti vagyon megóvására egy olyan törvényjavaslatot is készített, amely célja a közpénzen feltőkésített társaság köztulajdonban tartása volt. A 2016. decemberében benyújtott T/13327-es számú egyes törvényeknek a mintagazdaságokhoz rendelt vagyon védelmében szükséges módosításáról című javaslattal az volt a szándék, hogy a visszaállamosított mezőhegyesi ménesbirtokot kezelő Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság 100%-os állami tulajdonrészét ne csak egy egyszerű többséggel elfogadott külön törvény, hanem a nemzeti vagyonról szóló sarkallatos törvényi szabályozás is minősítse forgalomképtelenné. A ménesbirtokot a külön törvényben szabályozott állami vagyoni elemek közé sorolja a nemzeti vagyonról szóló törvény. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló speciális törvény pedig külön is kiemeli, hogy a ménesbirtok részvényeinek 100%-a az állam tulajdonában van, a részvények elidegenítése, megterhelése, biztosítékul adása semmis. Ezek a törvényi passzusok ugyanakkor mégsem biztosítanak feltétlenül elegendő védelmet az állami mezőgazdaság cégek számára a menedzsment esetleges hűtlen kezelése ellen. Hiszen a privatizáción, vállalkozóknak való kijátszáson túl egyéb veszély is fenyegeti a közvagyont. Mezőhegyesen és máshol az országban. A hűtlen kezelés lehetősége akkor is fennáll, ha a részvények 100%-a megmarad állami tulajdonban. Veszteséges gazdálkodással, hátrányos szerződések kötésével ugyanis nagyon egyszerű egy-egy állami cégből milliárdokat kiszedni. Amennyiben nincsenek megfelelő törvény garanciák, független intézmények ennek megakadályozására. Eredményességi elvárást, illetve az utólagos számonkérés lehetőségét pedig szintén igyekeztek a közelmúltban legyengíteni, hiszen a költségvetést megalapozó salátatörvényben néhány hete is beadtak egy nemzeti vagyonról szóló törvénymódosítást. Ebben kiegészítésként szerepel egy olyan mondat, amely szerint a kiemelt kulturális örökségvédelmi és természetvédelmi szempontok, kulturális és természeti értékek jövő nemzetékek számára való megőrzése érdekében történő érvényesítésének nem akadálya a vagyon értékváltozása. Veszteséges gazdálkodással, esetleg negatív vagyoni értékváltozással tehát egy-egy állami cég részvénye igen könnyen elveszítheti az értékét, akkor is, ha a kormány egyedi határozatban meghatározott személy mindent megtett annak érdekében, hogy érvényesítse a kulturális és természeti értékek jövő nemzedékeknek való megőrzését. Mindezeket talán annak fényében érdemes elmondani, hogy most a kormány éppen gyengíteni a parlamenti ellenőrzés lehetőségét az állami cégek és köztük a ménesbirtok felett. Az imént elmondottak értelmében azt javaslom Györfi képviselőtársamnak, hogy vonja vissza javaslatát, az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében tulajdonosi joggyakorló kizárólag a miniszter, a központi költségvetési szerv vagy az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet maradhasson. Az önmagában nem lehet közcél, hogy a lehető legtöbb közpénzt költsenek egy-egy állami cégre, hanem az is követelmény, hogy a menedzsmentek a lehető legeredményesebben vezessék a cégeket, és nyereséget tudjanak realizálni, az állami vállalatok, befizetők tudjanak lenni a költségvetésbe. A nemzeti vagyongazdálkodás feladata, a nemzeti vagyon megőrzése, értékének védelme, átlátható hatékony működtetése, értéknövelő hasznosítása, gyarapítása.
A ház előtt lévő Téper 709-es számú törvényjavaslat véleményem szerint nem erre irányul, hanem csökkenti az átláthatóságot és a hűtlen kezelésnek teremt lehetőséget. Ezért kérem képviselőtársaimat, hogy ne szavazzák meg. Köszönöm, hogy meghallgattak.